2016-ban a Nyírség Turizmusáért Egyesület kezdeményezésére jött létre a Sóstúi piac, amely idén már negyedik alkalommal várja a kézműves termékeket kedvelő vásárlókat. Júniustól szeptemberig már nem csak szerdán és szombaton érhetőek el ezek az áruk, hiszen bővült a piac napok száma. Az igények, az árusok és az ide látogató turisták és nyíregyházi lakosok részéről oly nagy, hogy idén már 3 nap a piac, tehát a szerda-szombati napokon túl pénteken is lesz búzatéri piac árusok részéről árusítás, illetve a vasárnapi napokon pedig a népművészek csatlakoztak ehhez a vásárhoz, ehhez a piachoz, és egy bemutatót és vásárt tartnak minden vasárnap. Az eredeti célja a részünkről, a Nyírbéli Unokrati Kft. Részéről, amiért csatlakoztunk ehhez, hogy a búzatéri piaszcsarnok árusait, a termelőket és a termékeiket népszerűsítjük. Az idei újítások közül az egyik legfontosabb, hogy a népművészek szakmai bemutatókat tartanak majd az érdeklődők számára. Ebben az Aranykapu Népművészeti Egyesület, a Beregszem Egyesület és a Népművészeti Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete is közreműködik. Vasárnap pedig szintén kiegészülünk egy kézműves piaccal, egy olyan jellegű kézműves piaccal, ahol az iparművészek árulják a portékájukat, nyíregyháziak és megyeiek is. Remélem azt, hogy az eddigi tapasztalatok alapján nem csak erre szükség van, hanem Sóstónak ez egy fontos színes része, mert kell valami pluszt is adni az látogatóknak, akik ha szeretnek járkálni, sétálgatni, akkor ha megállják ezeket a dolgokat, akkor még vásárolnak is. Úgyhogy reméljük, hogy a jövőre, közeljövőben még tovább tudjuk ezt fejleszteni. Olyan eladók is részt vesznek a piacon, mint Pataki Béláné, aki már 50 éve foglalkozik kötéssel és horgolással. A piac indulása óta itt tölti a nyarat, már ismerősként köszönti a törzsvásárlókat. Jó a levegő, jó a hangulat, ugye én törzsgyökeres nyíregyházi vagyok, nekem a szökőkút, az a gyerekeimet itt sétáltattam valamikor 50 évvel ezelőtt. A terasz most, hogy beindult, annak nagyon örülünk, ezt mindenki nagyon hiányolta, hogy évekig olyan csend volt itt, olyan kihalt volt a terasz, aztán most már talán beindul. Tehát jó a levegő, zene van, változatosság van, tehát jobban, mint a piaccsarnokban. A saját szerzemények mellett a legismertebb dalok feldolgozásait kedvelt helyi zenekarok szolgáltatják szerdán és szombaton a Zene Sóstón program keretein belül.